Szia, szevasz, üdvözlök mindenkire ezen a szép napon! Mutatom az időjárást, ugyanis oda nézzél, látod? Szépen süt a nap! Rettentő meleg van, mint nálunk, körülbelül a 30-38 fok biztos, hogy van. Itt van a Davis is, ugyanis nem máshol megyünk most, mint ide lemegyünk a medencébe. Ahogy látjátok, felvettem ezt a zúszóruhát. Rajta van a Davisen is. Szervusz, készen vagy? Mi? Készen vagy? És oda fogunk lemenni egyet úszni. Itt van a Lucas is. Szervusz. Na, jó érzed? Ilyen gyerekműsort nézünk megint szokás szerint. Jó, hello! Mit mondasz? Ugye elmegyünk, lehűtjük magunkat. Utána pedig később nem máshol fog menni a Lucas-szel, mint a... Moziba! Moziba, és mit nézünk a moziba? Mindig elfelejt. Nem tudod? Nem tudom, de nem tudom, mi magyar. A magyar, nem tudom mi a magyar neve, mindig elfelejtem. Mi az angol neve? Middle school. Középiskola. Az, jó, középiskola. De lehet, hogy nem ez a magyar cím, ugyanis magyar ugye minden filmnek átlába, nem minden filmnek, de a legtöbb filmnek más a címe, mint a rendes angol címe. Hogy miért, nem tudom, lehet, hogy jobban hangzik. Na, mindjárt oda fogunk elmenni a film, mikor? 5 órakor kezdődik, ugye? 5 órakor kezdődik a film, jelenleg hány óra van? 2 óra 30, ugye van egy kis időnk, gyorsan lemegyünk, leütjük magunkat. Képzeld el, kint dolgoztunk, és egész nap korábban haza kellett jönni, mert rettentő meleg volt. Ugye általában azt mondják, hogy ha eléri a hőmérő a 40 vagy 45 fokot, akkor haza is küldenek mindenkit a munkáiról. Mondjuk minket nem küldenek haza, mert ugye mi magunknak dolgozunk, és mi akkor megyünk haza, amikor úgy érezzük, hogy most már tényleg meleg volt. Ugye ma rettentő meleg volt, hogy hazajöttünk előbb. Lucas, think fast! Megtaláltuk ezt a kis labdát! Ez a, tudod milyen labda? Ez ilyen régi Coca-Cola-s labda. Honnét kaptuk ezt a labdát? Kapd el! Te mit csinálsz? Mi? Kitespettél? Mi a helyzet? Mi? Davis! Mi van ott? A labda? Hova ment a labda? Mi? De nem is tudom, hol kaptuk azt a Coca-Cola-s labdát. Azt hiszem, hogy úgy nyertük valahol. Én tudom, hol! A Time Zone-ban nyertük. Van egy ilyen játékterem, szörfezben, nem ott nyertük. Nem is nyertünk, mert be lehet váltani a pontjaidat, hogy játszol egy ilyen gépen, és ilyen lehet pontokat szerezni, minél több pontot szerzel, annál jobb dolgokat tudsz vásárolni, és mi nekünk a pontjainkat ilyen labdára tudtuk beváltani. Ugye nem hiszem, hogy túl sok pontot összeszedtünk, de jobb, mint a semmi. Ja. Most azt mondom, hogy a Davis játszik vele, ami lassan elkészülünk, ám mindenki felöltözött. Bekentük magunkat ugye ilyen napkrémmel, hogy ilyen ne égjünk le. Ugyanis ez a rész itt lent a medencénél egy kicsit, most már idő után nincs ott a nap, de sose lehet tudni. Ugyanis az egyik fele, a mély víz még mindig egy kicsit napos, én azt hiszem. Bár a mély vízben nem megyünk, ugyanis a Lucas meg olyan jól nem tud úszni, a Davis meg, az meg ugye még egyáltalán nem tud úszni. Na minden? Ugyan? Mit csinálsz? Hülyeske! Itt a labda! Látod? Opa! Oda! Opa! Magunkat. Le is zuhanyoztunk közben, hogy egy kicsit felfrissültünk, ami a víz nem volt hideg. A Lucas azt mondta megint az elején, hogy mikor mindig belemész a vízbe, mindegy, hogy milyen víz, hidegnek tűnik. Azért, mert a test ugye fel van melegedve, ilyen van nagy melegbe, ahogy mondtam, rettentő meleg van ma, meg volt is. Már még mindig van, de már olyan meleg nincs. Már lehet, hogy azért, mert belemtünk a vízbe. Mindegy, először, amikor belemész, ilyen rettentő, ilyen hidegnek tűnik a víz, bár szerintem kellemes volt, amit belementél. Egy kicsit úgy lehütötted magadat, úgyhogy na minden. Szerintem nagyon jó volt. Most még nem más volt csinálni, még mielőtt elmegyük a moziba, ugyanis még van egy kis idő. Mennyi az idő? Még van egy olyan 40 percem. Úgyhogy elkészülök, mi van a kamerán várja? Amit le kell szedni. A kamerát még meg kell mostom. A medence után, meg főleg az óceán után ugye mindig megmosom a kamerát, mert belemegy ez a sós, homokos víz, itt meg ez a klóros. Bár itt is egy kicsit olyan sós és klóros, ugye tisztítják a vizet. Homrát, hogy meg kell mosni. Mit akartam mondani? Elmegyek ide a közeli... Mi van itten? Ebben a parkban, azt hiszem. Valószínűleg a mozdában, amelyekkel ugyanis ezt szeretném egyet vinni. A mozdát ebben a nagy melegben. Most már nincs olyan meleg.
Jó időben. Úgyhogy, van miért, hogy megint akarok nézni egy helyszínt, ugyanis, ahogy mondta, hogy a Lucas még mindig le akarunk filezni egy párat, de nem tudom, hogy mikor lehet, hogy a hétvégén is, ugyanis a hétvégén lehet, hogy lesz egy kis időnk. Vasárnap filmezünk megint egy tengerpartosat. Nem is tengerpartosat, hanem folyóvizes tengerpartos. Na ugye, ma meglátjátok. Nem akarom addig elárulni, de érdekes rész lesz. Nagyon érdekes rész lesz szerintem, mert akarok nézni egy másik helyszínt itt a parkból, ahol múltkor kimentünk. Na minden? Ugyan, megmosom a kamerát, aztán azt mondom, hogy én elindulok, mert megkérdezem a Lucas, hogy jön-e velem, várjál. Lucas! Jössz velem? Na nem moziba, elviszem ide a Mazdát, jössz velem? Nem. Miért, kifáradtál már? Mit csinál? Megint játszol az a játékkal? Ja, most kérdezem, hogy ez... egy új lehet. Melyik ez a... Mindig játszol? Az a Geometry Dash. Ja. Geometry Dash. Úgyhogy biztos, hogy ti is ismeritek. A Lucasnek az egyik kedvenc játékát. Na várját, vagy a Davis is és a Davis-it. Matat! Gyere, nyúlsz ide! Én csak játszol játékot. Jó van? Jó van, játszol játékot. Akkor én gyorsan kiviszem a Mazdát. Megnézem a feleségemet. Egy órára. Egy órában ember. Indulunk. Nem sokára. Aha, megfojtulsz. Na megjöttünk ide, ahol akartam jönni, ide le, mondhatom, ide a partos részre. Ugyanis itt van egy ilyen kis park, várj, itt fogom próbálni, megállt itt az autó mögött. Aztán lenézzünk, hogy mi van itten. Hoppá, látod ilyen szép nagy pálmafa? Na várj, megálltjuk az autót, aztán kiszállunk. Pláne nem fog annyira fújni a szél, és lehet majd értem, hogy mit mondok. Na, nem zárjuk be az autót, nem hiszem, hogy valaki el fogja addig vinni, még ide lejövök. Amúgy, látod, ott ki lehet jönni, ott lehet egyet fürdeni, ott azon a homokos részen, hogyha akarsz, ugye nem nézik a partod, de azért lejöhetsz, és hogyha van hajód, akkor itt ugye ki tudod vinni. Mármint nem itt, hanem itt, még ott azon a részen, ott hátul valahol. Ajra, ide lejövünk, meg ide is lejövünk. Ajjaj. Akkor a testem, mint az olajtó. Ott tiszta csúszós, komolyan mondom, ráléptem és így megcsúsztam és elestem mind a fele. Vertem a kezemet, tiszta sáros, oda néz, tiszta sáros, homokos, mocskos vagyok. Oda néz, ilyen lettek, atyám. Hogy fog így beülni az autóba? Tisztára néz, tiszta sár lettem minden. De... Hát most nagyon nem vagyok boldog. Tudtam, hogy nem kellett volna oda lemenni. És tisztára ilyen csúszós, nyálkás az egész. Látod, hogy fönn volt a víz, az előbb ment le valószínű, és azért tiszta csúszós. Na mindegy, bevertem a könyökemet, még vérzik is, képzeld el. Mindegy, van ám egy papír zsebi, úgyhogy megmosom magam. Ha megmostam magam egy kicsit, és letukarítottam magamat, te! Komolyan mondom, én gondoltam, reléptem, és tudtam, hogy meg fogok csúszni, mert láttam, hogy már vizes, de nem tudtam megállni, mint a jég, olyan reléptem, és a fele cipőm komolyan belement a vízbe, vagyis a lába meg a cipőm, úgyhogy tiszta egy merő, vizes, koszos, na minden. Úgyhogy leraktam egy rongyot ide az autóba az ülésre, úgyhogy nem hiszem, hogy össze fogom koszolni. Mit csináltam? Na mindegy, ugye most elmegyek hazafelé, végülis a helyszín, én azt hiszem, hogy jó lesz, de néztem, három helyen vérzik a kezem. Itt egy, a könyökem kettő, meg a lábom, a kezem, nem a kezem. Három helyen vérzek, meg a lábom vérzik egy helyen. Akkorát estem te, és még fáj is ráadásul. Na mindegy, legalább ezt is tudjuk, hogy legközelebb vigyázni kell itt. Nem csak itt, ugye mindenhol. Átöltöztem, hazajöttem, te még mindig fáj kezem, mutatom. Itt, látod, oda raktam egy, nem olyan túl nagynak tűnik, de rettentően fáj. Ugye lehorzsoltam és vérzett mind a fele. Képzeld el, még az ülés is olyan lett, úgyhogy le kellett tisztítanom Na mindjárt. Aztán a másik itt a kezemben van, ez nem olyan ilyen pici vágás. Meg van itt egy ilyen lábamon, ami inkább a lábam az is fáj. Inkább a csontomat ütöttem ott meg. Na mindjárt. Előfordul az ilyen, legközelebb óvatosabbnak kell azt hiszem, hogy lenni. Úgyhogy, most ezt a videót lassan befejezem, ugyanis a Lucasszel el fogunk indulni, a Lucas elment öltözködni. Pontosan 4 óra 20 perc van, mondtam, hogy a 4 óra 20-kor menjünk egyen, menj egy ilyen 10 perc gyaloglás, mondjuk innét, mire odaérünk, még sorbánk, megveszik a jegyet, meg mindent. Úgyhogy még lehet, hogy időnk is lesz egyet semmit tenni ottam. Készen vagy, Lucas? Ja, mindig. Jó van, mert mindig. Úgyhogy, mára ennyit mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézik, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!